Testvéri szeretettel köszöntök mindannyiótokat ezen a szombatnapon, és mielőtt az igét megnyitnánk, szeretnék három jó hírt mondani nektek. Ez nem rossz, hogyha egy nap három jó hírünk is van. Szeretettel üdvözöl benneteket Restás László testvér. A héten együtt szolgáltunk Hajdúböszörményben, ott a úgynevezett óvónő képző főiskolán, ami már egyetemi szintű egyébként, bibliai szabad egyetem előadás sorozatot tartunk, és együtt szolgálhattunk, és megemlítettem neki, hogy szombaton ide jövök Újfehértóra szolgálni, és mondta, hogy engedélyezi, hogy ide jöjjek. Ma reggel pedig másik lelkész testvérrel beszélgettem, 8 óra tájban megcsörgettem a telefonját, a Szabó János testvérrel beszéltem, hogy van-e valami probléma, hogyha jövök Újfehértóra. És mondta, hogy nem, nyugodtan jöhetek, szeretettel üdvözöl ő is benneteket. Tehát két lelkész atyafi is szeretettel üdvözli az újfehértóiakat. És van egy harmadik dolog is, ami jó hír, de nem kimondottan csak az újfehértói testvéreket érinti, hogy a debreceni gyülekezet az advent alkalmával adventi koncertre készül, és Geszteréden szeretne szolgálni december 19-én pénteken este. Nem tudom, hallottatok-e már erről a hírről. Ott egy egész napos program van a városban, és ennek keretében az esti órában a debreceni gyülekezet kórusa, és ha jól tudom, akkor a Fehér Gyarmati Fúvó zenekar is ott lesz ezen az alkalmon. Tehát ez is egy bizonyságtevési lehetőség a mi számunkra. A mai délelőtt egy olyan bibliai szakaszt választottam, amely minden bizonnyal az érdeklődésünk középpontjában van. A Biblia utolsó könyvéből szeretnék egy fejezetet közösen veletek együttesen tanulmányozni. Ez a Jelenések könyve. Izgalmas ez a könyv, különösképpen azért, mert egyfelől választ kapunk arra, hogy milyen lehetett az első században kereszténynek lenni, milyen lehetett az Úr Jézus Krisztus követőjének lenni akkor és ott. Ugyanakkor a Jelenések könyve azért is izgalmas, mert választ kapunk olyan kérdésekre, amelyek bennünket manapság foglalkoztatnak. Hát ki ne gondolna úgy a mindennapi életére, hogy vajon mit fog hozni a holnap? Nem csak Magyarországon, hanem ebben az unióban. Mi fog történni? Merre haladnak a dolgok? Az elmúlt napokban a testvér öcsém Hollandiában tartózkodott, egészen pontosan Amsterdamban, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen ez a város, hogyan érezte magát, és azt mondta, hogy nagyon sok olyan tapasztalata volt, mintha Sodomában és Gomorában lett volna. Fölmerül bennünk az a kérdés, hogy hát meddig tudunk mi még biztonságosan élni Magyarországon? Fölmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon talán megtörténik az, hogy egy napon össze kell csomagolnunk, és az Európai Unióban valahol kell találnunk egy helyet magunknak, ahol esetleg a kenyerünket meg tudjuk keresni, vagy a családunkról tudunk gondoskodni. Tehát sok-sok olyan kérdés foglalkoztat bennünket, amely hát a húsunkba, vérünkbe vág, tehát ilyen egzisztenciális kérdés, és hát keressük a válaszokat, hogy hogyan lesz, miképpen lesz. És a Bibliában a Jelenések könyve az különösképpen egy jó útmutatóul szolgál a mi számunkra. A mai alkalommal a Jelenések könyvéből csak egy fejezethez fogunk eljutni, a 18. fejezethez szeretném, hogyha lapoznánk. És a 18. fejezetet figyeljük meg. Tehát a Jelenések könyve 18. fejezete így kezdődik. És ezek után látték más angyalt leszállni a mennyből,
akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. És a földnek királyai ővele paráználkodtak. És a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessék meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki, mert ezt mondja az ő szívében. Úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre áll az ő csapásai. A halál, a gyász és az éhség. És tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván, jaj, jaj, te nagyváros Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. A föld kalmáriai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Arany és ezüst, és drágakő, és gyöngy, és gyölcs, és bíbor, és selyem, és karlátcikkeket, és minden tinfát, és minden elefántcsont edényt, és drága fából, és részből, és vasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, és illatszereket, és kenetet, és tömjént, és bort, és olajat, és zsemjelisztet, és gabonát, és barmokat, és juhokat, és lovakat, és kocsikat, és rabokat, és emberek lelkeit. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többi azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, a nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajómester, és a hajókon lévők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala, mi hasonló a nagy városhoz. Sport hányván az ő fejükre kiáltanak, sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, az a nagy város, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. Örülj ő rajta, menj! És ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. Egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ fölvett, és a tengerbe vetette, és ezt mondta. Ilyen módon
Nagy sebességgel vettetek el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak, és muzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava te benne többé nem hallatik. És semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és a vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei. Mert a te bűvöléseidtől eltévejedtek mind a népek, és abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Föltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy ez a profétikus kép miről szól? Jó dologról vagy rossz dologról? Hát ahogy mondja Mancika, ebben van jó is, meg van rossz is. Attól függ, hogy a történetben hol vagyunk a szereplők. Azt olvassuk, hogy itt most egy isteni ítélet hajtattatik végre Babilon fölött. Ha mi részesei vagyunk Babilonnak, oda tartozunk, akkor nagy bajban vagyunk. Miért? Mert annak a megsemmisülését látjuk ebben a szakaszban, a 18. fejezetben. Ha Babilonon kívül vagyunk, akkor jó dolgunk van, mert akkor mindezektől a csapásoktól, amely éri ezt a Babilont, nem részesedünk abban. Nagyon érdekes, hogy az első században, amikor János apostol által közvetített isteni kinyilatkoztatást a keresztények olvasták, ők a római birodalomban éltek. A babiloni birodalomnak híre halma sem volt. Fölmerülhetett bennük a kérdés, hogy akkor ez a Babilon, egy nem létező birodalom, milyen szerepet tölt be az ő személyes életükben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Jelenések könyvében Isten, amit kinyilatkoztat, azt úgymond jelképek, szimbólumok segítségével mondja el. Most, ha nem is tudjuk megnevezni konkrétan, hogy mi ez a Babilon, de a leírásból azért nagyon sok mindent elárul, hogy mi mindent tesz ez a Babilon, amelyről azt mondja a szakasznak az eleje, hogy leomlott. Mi mindennel foglalkozik? Megfigyeltetek valamit? Jellemzőt, ami erre a Babilonra jellemző volt? Mit találhatok? Találhatok-e valamit? Nekem úgy tűnik a ige szakaszból, hogy valami olyan hatalom, ami szinte összefogja a kereskedelmet, nem? Hiszen végig erről beszél, hogy a gazdagságnak a művelői voltak, a vagyonszerzésnek a művelői voltak, támogatói, úgymond a föld királyai is ennek a részévé lettek. És ha megfigyeltük, ez a nagy, hatalmas vállalkozás nagyon rövid idő alatt összeomlik. Hogy olvastuk, milyen hamar éri el a pusztulás? Hát úgy írja a prófétai ige, hogy egy óra alatt. És ez háromszor is megemlíti ez a fejezet. Hogy egy órában jön az ő pusztulása. Most nem megyünk abba a részletbe bele, hogy ez most szó szerinti egy óra, vagy ez egy profétikus kifejezés, de a rövidségét mindannyian érezzük. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy akik a Babilonnak a bűvöletében élnek, azok nem kell, hogy az áldozataivá váljanak ennek a dolognak. Ugyanis azt is olvastuk ebben a 18. fejezetben, hogy ez a Babilon nem csak leomlik, nem csak leomlott, hanem Istennek volt egy fölhívó üzenete. Mi volt ez az üzenet? Fussatok ki belőle, én népem,
minden egyes szónak nagy jelentősége van. Fussatok ki belőle, én népem. Azaz, ez azt jelenti, hogy Isten szeretné egybegyűjteni az övéit. Vannak, akik már jó helyen vannak, de vannak, akik még valami hamisságban vannak benne, valami olyan dologban, aminek Isten nem tud örülni, és ezért azt mondja, ha ők Babilonban vannak, hogy gyertek ki onnan. De nem azt mondja, hogy sétáljatok ki onnan, hanem azt mondja, hogy fussatok ki belőle. Tehát nyilván, amikor ég a ház, bár adja Isten, hogy ne a miénk égjen, akkor általában nem komótosan megyünk ki a házból, nem? Hanem menekülve, futva. Ugyanígy mondja ez az ige szakasz is, hogy fussatok ki belőle, hagyjátok ott, meneküljetek, mentsétek az életeteket. És azt is mondja ez az ige szakasz, hogy kifussatok, miért? Hogy ne részesedjetek az ő csapásaiban. Azaz, Istennek van egy mentő szándéka, egy mentő terve, ha csak lehet, akkor ne részesüljünk kárhozatban, most hagy fogalmazzam így, hanem nyerjük el az üdvösséget. Tudjuk, hogy üdvösségünk nincsen senkin máson kívül, csak Jézus Krisztus által. Valami olyasmi dolog találtatik ebben a 18. fejezetben, hogy ha mi nem Krisztushoz ragaszkodunk, ha nem Krisztus a mi életünknek a középpontja, akkor meg kell hoznunk azt a döntést, hogy Krisztushoz kell mennünk, hogy örök életünk legyen. De menjünk egy kicsit ennek a fejezetnek a különféle részleteibe, és figyeljük meg ezeket jobban. Néhány kérdést tehetünk föl a magunk számára. Mit jelentenek ezek a képek, amit itt a 18. fejezetben olvastunk? Mikor teljesednek be? Ez is egy izgalmas dolog, hogy ha ezt az első században nyilatkoztatta ki Isten, akkor az elmúlt 20 évszázadban ezek a dolgok beteljesedtek, vagy ezek olyan dolgok, amelyek még mindig előttünk állnak, illetve azt a kérdést is föltehetjük magunknak, keresve a választ, hogy akkor ebben milyen jó hír van, milyen bátorító üzenet található ebben a 18. fejezetben. Ha megnézzük a 18. fejezetet, azt látjuk, hogy az apostol látja a nagy Babilont. Azt mondja, hogy jön egy angyal, leszáll a mennyből, aki hatalmas, a föld fénylik annak dicsőségétől, és ezt kiáltja, tehát nem suttogja, nem alig hallható és alig érthető módon nyilvánítja ki, hanem egyértelműen és hangosan leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznaságának, haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Ez a leírás valami univerzális, az egész földet érintő, talán így kellene mondani, hogy egy ilyen globális kiterjeszkedést mutat be, amit ez a bizonyos Babilon az egész föld kerekségen meg tud tenni. Fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy ez a Babilon téma mi lehet, ami az egész föld kerekséget érinti és betölti. Az előző fejezetben, tehát a 17. fejezetben úgy látunk egy képet, hogy egy nagyon különleges, vörös színű vadállaton egy bíborba, skarlátba öltözött, erkölcstelen asszony ül. A Jelenések könyvében nagyon sok ellentétpárt találunk. Az egyik ellentétpár pont ehhez kötődik, hiszen a Jelenések könyvében látunk egy hófehér ruhába öltözött, erkölcsös, tiszta asszonyt, aki a holdon áll, fején korona van,
És a Jelenések könyve 12. fejezetéből kiderül, hogy ez az asszony állapotos, és egy gyermeket hoz világra. De nagyon megdöbbentő, mert ez az erkölcsös asszony, akivel korábban találkozunk a Jelenések könyvében, az ő magzatát meg akarja enni. Kicsoda? A sárkány, aki nem más, mint a Sátán. És hamar kiderül, hogy ez a kép, amit itt olvasunk, 12. fejezetben, ennek az ellentétét láthatjuk majd később a 17. fejezetben, ebben a különleges képben, hogy egy vörösszínű vadállaton egy erkölcstelen asszony ül. És ott azt mondja az ige, hogy ez nem más, mint egy titkos Babilon, és most itt a 18. fejezetben részletezi annak a képét, hogy az még inkább világossá váljon. Tehát a 17. fejezetben, az előző fejezetben, az 5. versben ez az erkölcstelen asszony, maga ez az a bizonyos Babilon. Azt olvassuk, hogy a 17. fejezet 15. versében, hogy a befolyása hatalmas. Mert kiderül, hogy a sok víz, ahol ez az erkölcstelen asszony ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát valami olyan hatalomról beszél az isteni kinyilatkoztatás, ami az egész földet magában foglalja, azaz az emberekre befolyással van. Az első században a római birodalom elég nagy területen tudott tevékenykedni, de nem az egész világon. A földközi tenger, Európa, Afrikának bizonyos részei, ezek mind római fennhatóság alatt voltak, de nem töltötték be az egész kontinenst. Azt kell mondjuk, hogy itt a 18. fejezetben található prófétai kép, mind annak a kiteljesedése, amelyet egyébként mi a saját korunkban látunk. Látható az, hogy nem csak gazdasági befolyással van az egész emberiségre, hanem vallásos befolyással is van, hiszen más leírásokból itt a Jelenések könyvében azt látjuk, hogy az emberek sokasága ezt a Babilont imádja. Annak ellenére, hogy a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Isten figyelmezteti az egész emberiséget arra, hogy csak egy valakit szabad imádni. Azt az Istent, aki teremtette a mennyet, a földet, és mindazokat a dolgokat, amelyek bennünket körülvesznek. Nagyon érdekes, hogy a történelem folyamán láthatjuk azt, hogy vallásos csoportok, keresztény csoportok ezzel a hatalommal próbálnak meg az egész föld kerekségén befolyással bírni. Nagyon érdekes, hogy az egész emberiség történetében ennek a hatalmaskodásnak a kiteljesedését éli meg körülbelül a 4. századtól kezdve az emberiség. Gondoljunk csak azokra a dolgokra, amik a középkorban történnek. A középkorban történő vallásos befolyás erőszakos módon próbálja az emberek lelki ismeretét irányítani. És mondhatnánk azt, hogy ez a befolyás talán már nincsen jelen a társadalomban. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a világunkban, a mai világunkban nem csak a gazdaságnak van befolyása az egész földön, hanem a vallásnak is. Csak nézzünk néhány érdekes dolgot. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ezekben a napokban Ferenc pápa hol tartózkodik? Nem tudom, figyelitek-e a híreket? Törökországban látogat. Törökország milyen vallású ország? Tessék? Muzulmán. Nem hoztam ide föl magammal a szószékre azt a kis cikket, kis újságcikket,
hogy a vallásos befolyás a gazdaságon túl napjainkban milyen hatalmas erővel bír, ezért engedjétek meg, hogy szabadon idézzem a hírt. Ha valaki találkozott a Metropol újsággal, még abban is megtalálható ez a rövid kis hír. Ferenc pápa azt adja világhírré, hogy ő hajlamos arra, kész arra, hogy emberi életek megmentése érdekében Irakban és Palesztinában az iszlám állam vezetőivel találkozzon. Hallottátok ezt a hírt? Miről van szó tehát? Hogy a világunkat, napjainkat nem csak a gazdaság irányítja, vagy próbálja meg irányítani, hanem a vallás is. Most nem csak a keresztény vallásra gondolok, hanem bármilyen vallásos jelenségre, ami a világban megvan. El tudjuk képzelni azt, hogy az iszlám szélsőséges vallásos emberek, akik az elmúlt hónapokban nagyon sok kegyetlen dolgot hajtottak végre, a katolikus egyház legelső emberével leülnek és tárgyalnak. El tudjuk ezt képzelni? Hát erre azt mondanánk, hogy olyan furcsa lenne ez. De biztosak vagyunk mi abban, hogy a világunkat pontosan mi is irányítja? Tudatában vagyunk annak, hogy tulajdonképpen mi történik körülöttünk? Menjünk egy picit tovább. Egy e-mailt kaptam tavasszal. Emlékszünk, hogy mi volt tavasszal? Hát tavasszal egész Európában választások voltak. Tehát nem csak most ősszel volt választás Magyarországon, hanem ha visszaemlékeztek, akkor tavasszal is volt választás. Én egy egyházi fórumon vettem részt, és ott megadtam a nevemet és az e-mail címemet. És erre az e-mail címemre kaptam egy levelet ettől a politikai pártól, amelyben egy olyan levelet küldtek el az én számomra, amely az Európai Unió Püspöki Konferencia Bizottsága adott ki, amely még márciusban született meg. Nem tudom, hallottatok-e erről a konferenciáról, hogy Európai Unió Püspöki Konferencia. Hallottatok ilyenről már? Hogy egyáltalán van ilyen? Itt a képnek a bal oldalán láthatjuk a logóját, tehát ezt a kék színű logót. Mi az érdekessége? Mi az érdekessége annak a kék színű logónak? Ott vannak a csillagok. És van benne egy halacska. Miért van benne a halacska? Igen, tehát ez egyértelműen utalás a krisztusi jelképre. És hát meg kell, hogy mondjam, hamar, ahogy elkezdtem olvasni ezt a levelet, rájöttem, hogy miért kaptam ezt a levelet. Mint magyarországi lelkész, instrukciót kaptam arra vonatkozólag ezen levél által, hogy mit képviseljek a saját gyülekezeteimben. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én egy kicsi porszem vagyok, ahhoz képest, amit tőlem kértek. És figyeljük meg azt,
hogy ez a hatalom milyen módon próbál befolyásolni dolgokat. Olvasom. Kötelességünknek érezzük, mondja ez a püspöki konferencia, hogy ennek a szervezetnek püspökeiként irányvonalakat kínáljunk az uniós választópolgárok számára azáltal, hogy a lényegi kérdéseket megvilágítjuk a katolikus társadalmi tanítás fényében. Tehát miről szól az üzenet? Hogy én instrukciót kapok annak fényében, hogy az egyetemes katolikus tanítás szerint mit kell, hogy képviseljek az adott felekezetemben. Felhívásunk elsősorban az Európai Unió katolikus választóihoz fordul, azonban bízunk abban, hogy javaslatainkat egyetértő meghallgatásra talál minden jó szándékú testvérünkben, tehát bennem is, akik törődnek az európai integráció sikerével. Reméljük, hogy szavunkra figyelnek majd azok is, akik mandátumot szeretnének kapni az Európai Parlamentben. Tehát ez volt tavasszal. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy úgy nagyon megdöbbentett ez a dolog, mert én protestáns vagyok. És nem értettem, hogy én, mint protestáns, miért kapok ilyen e-mailt. És volt bennem egy bizonytalanság, hogy hát biztos valaki velem viccel, vagy be akarnak csapni, vagy valami, tehát valami hamisság van a dologban. És hát elkezdtem a Google-n keresni, és arra jutottam, hogy valóban van ilyen, hogy Európai Uniónak ez a püspöki konferenciája, és elkezdtem keresgélni, hogy hogyan működik ez a szervezet, mivel foglalkozik, kik a tagjai. És bizony-bizony azt találtam, hogy ez egy valóságos szervezet. Itt láthatjuk a képnek a bal oldalán azt az emblémát, amit az előbb is kivetítettem. Itt láthatjuk a vallásos ruhákban, tehát az adott státusz kifejező ruhában ülő személyeket, tehát valóban nem hétköznapi emberekről van szó, hanem valóban egyházi személyekről. Ez az Európai Unióban élő egyházi személy ennek az Európai Püspöki Konferenciának a jelenlegi vezetője, ott is különféle időszakonként kapják a megbízást, és egy csoport fölvételt is láthatunk itt a különféle résztvevőkről. A kép nem elég nagy, de két magyar szereplőjét is láthatjuk itt a képen, akik a médiában nagyon sokat szerepelnek. Egy egyházi vezető, aki Magyarországon egy jelentőségteljes egyházi tisztségben van, a másik személy pedig egy olyan pártpolitikus, aki a keresztény értékeket képviseli Magyarországon. Ezt közelebbről is meg lehet majd nézni, hogy kik vannak ott ebben a közelben. De ami izgalmas, hogy mire kérnek engem ebben az e-mailben, hogy mit képviseljek az adott közösségemben. Tehát ez tavasszal került ki ez a levél, még egyszer hangsúlyozom. A keresztény üzenet a remény üzenete. Hiszik, hogy az európai projektet az emberiség nemes belátása ihlette. Az állampolgároknak, mint egyéneknek, továbbá a közösségeknek és a nemzet államoknak, Magyarország is ugye ide tartozik, képesnek kell lenniük saját önös érdekeik háttérbe szorítására a közjó érdekében. Ezt régen gyerekkoromban úgy mondták, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. A 2003-ban II. János Pál által közzétett Ecclesia in Europa, tehát Európában az egyház, pápai buzdítás, a reményre int bennünket az aktuális európai kihívásokkal kapcsolatban, azaz egy vallásos szervezet az európai projektet támogatja. Az unió egy másik pillére, egyben alapelv is, a katolikus tanításnak is középpontjában álló szolidaritás. Mi ez az idegen szó?
Tehát, hogyha én látok egy bajba jutottat, akkor ne legyek érzéketlen, törődjek vele. A bajba jutottal legyek együttérző, legyek szolidáris vele. A szolidaritás politikát formáló erő az EU minden szintjén, nemzetek, a régiók és a társadalmi csoportok között is. Egy újfajta Európát kell építenünk, amelynek középpontjában a szolidaritás áll. Még ezt a kifejezést nem is hallottam, amíg ezt az e-mailt nem olvastam, hogy újfajta Európa. Mert hogy Európai Unióról már nagyon sokat hallottam, de hogy egy újfajta Európáról, én ezt még nem is hallottam, hogy milyen ez az újfajta Európa. Hát egy szolidáris Európa. De milyen alapon? Hát a katolikus tanításnak az alapján álló szolidaritás. Ez egy 10 pontból álló anyag volt, és ebből csak a legmegdöbbentőket választottam most ki. A vallásszabadság alapvető eleme egy toleráns és nyitott társadalomnak. Mit jelent ez, hogy vallásszabadság? Hogy mindenki szabadon gyakorolhatja a vallásos meggyőződését lelkiismerete szerint. A szabadság magában foglalja hitünk nyilvános gyakorlását. Melyik hitet? Hát itt most nem a protestáns hitről van szó, hanem azoknak a hitéről, akik kiadták ezt a nyilatkozatot. Üdvözöljük az EU vallásszabadság védelméről és terjesztéséről szóló elveit, és bízunk benne, hogy az új Európai Parlament, tehát ami meg lett választva, még jobban elmélyíti majd a fontos kérdéssel kapcsolatos munkáját. Megint miről van szó? Hogy egy vallásos befolyás hogyan próbálja a politikai befolyást összeegyeztetni. A 7. pont. Minden olyan intézkedést támogatunk, amely védi a mindnyájunk által fontosnak tartott heti egy pihenőnapot, a vasárnapot. Amikor az elmúlt hetekben azt olvastam, hallottam, hogy Magyarországon a család érdekében a különféle multicégeknek nem kéne kinyitni vasárnap, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy hol hallottam már én ezt a dolgot, hogy a vasárnapon nem kéne dolgozni. És akkor eszembe jutott ez az e-mail. Akkor ezek szerint nem is biztos, hogy a család miatt mondják ma Magyarországon, hogy a multik ne legyenek nyitva vasárnap? Biztos nem én voltam az első, aki ezt az e-mailt megkapta, hanem nekem úgy áll össze a kép, nem tudom, kinek hogy áll össze a kép, nekem úgy áll össze a kép, hogy itt tulajdonképpen valamit képviselni kell. De az ötlet nem Magyarországon pattant ki valakinek a fejében, aki egyébként keresztény meggyőződésű ember, hanem aki meg lett választva, annak eleget kell tennie az Európai Unió püspöki konferencia fölhívásának. Azaz, egy valláspolitikai érdeket kell képviselni, amit az Európai Püspöki Konferencia el is vár minden egyes megválasztott európai parlamenti képviselőtől. Nem szeretek politizálni, és nem is hozom a politikát ide a szószékre, csak amikor a Bibliát kinyitjuk, és olvassuk, és látjuk azt, hogy az Isten az ő jó lelke által 20 évszázaddal ezelőtt beszélt egy ilyen valláspolitikai hatalomról, amely kiteljesedve működik az Úr Jézus Krisztus eljövetele előtt, akkor megdöbbentő látni azt, hogy a dolgok miképpen formálódnak napjainkban, hogyan alakulnak napjainkban. Befejezésül ebből az idézetből, mi katolikus püspökök kérjük, hogy az európai projektet még ilyen nehézségek közepette se kockáztassák vagy adják föl. Mondták tavasszal. Mindnyájunk, politikusok, jelöltek és minden választó számára fontos, hogy konstruktívan járuljunk hozzá Európa jövőjének átalakításához.
Az előző mondatban úgy volt, hogy újfajta Európa. Túl sok a vesztenivalónk, ha az európai projekt romba dől. Hogy van ez? Mit veszít egy vallásos közösség, hogyha az európai projekt nem úgy valósul meg, ahogy ők gondolják? Fontos, hogy mindannyian, akik európai állampolgárok vagyunk, járuljunk az urnákhoz május 22-én, 25-én. Emlékeztek? Tehát ez volt a úgymond az tavaszi választásoknak az időpontja. Mi püspökök mindent megteszünk majd azért, hogy a polgárok a szavazatok megfelelő tájékozódás után adhassák le. Hát ebbe a rendszerbe kellett volna, hogy én is egy tégla legyek, de úgy éreztem, hogy minthogyha ez a levél egy úgy eltévedt volna, és ezért kaptam, ezért ezt a levelet én nem vettem úgy, hogy ez nekem szóló üzenet, és hogy én ezeket az érdekeket képviseljem, de nagyon elgondolkoztatott, hogy mi történik valójában körülöttünk. Itt tényleg a jót akarják? Tényleg a családokat akarják megvédeni? Vagy ez csak a külső dolog, mert itt van valami más is a háttérben. Azt láttuk, hogy az az asszony a 17. fejezetben, aki bíborba, skarlátba van öltözve, tehát nem aki hófehérben volt, hanem aki bíborba, skarlátba, meg mindenbe volt fölöltözve, és ráadásul a Biblia azt mondja, hogy erkölcstelen volt, ő egy fenevadon, egy vadállaton ült. Világossá válik, hogy az ördög munkálkodik általa, Isten helyét foglalva el a földön. Támogatói pedig a föld különféle politikai hatalmai. A parázna Babilon nyilvánvalóan a végidő vallásos hatalmát jelöli, aki ellensége a báránynak és azoknak, akik mellette állnak. Nem a bárány ítéltetik meg a jelenések könyvében, hanem ez a Babilon. Isten ítélete hajtattatik végre, mennyi idő alatt? Egy nagyon rövid idő alatt, ahogy háromszor is olvassuk ezt a leírásban. A mennyből nagy hatalommal érkező angyal bejelenti, amit már régóta hirdet Isten népe, hogy leomlott ez a Babilon. Mikor is teljesednek be a látottak? Most egy nagyon egyszerű kérdést teszek föl. Az Úr Jézus Krisztus eljövetele előtt, vagy az Úr Jézus Krisztus eljövetele után? Biztos? Tessék? Vagy egy kicsit bizonytalanok vagytok benne, hogy ez lehet, hogy az Úr Jézus eljövetele után fog majd beteljesedni. Biztos? Tudjátok, biztosnak kell lennünk az Isten szavában. Mert ha abban bizonytalanok vagyunk, akkor lehet, hogy ott találjuk magunkat, ahol nem szerettünk volna lenni. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Isten nem bíráskodik, nem cikizi az embert, mert most per pillanat nem jó helyen áll, hanem azt mondja, hogy te az én drága népem vagy, és gyere ki onnan, fussál ki onnan. Miért? Mert nem akarom, hogy az ő csapásaiban részesedjél. Majd később a 18. fejezetben látni fogjuk azt, hogy Isten az ő hatalmát, amelyet talán addig úgy tűnt, hogy alig-alig mutatja meg, hatalmas módon nyilvánítja ki az egész földkerekségen. Hiszen nem csak a gonoszság növekszik az Úr Jézus Krisztus eljövetele előtt, hanem Isten hatalmának a jó befolyása is ezen a földön. Amikor Jézus beszélt az ő visszajöveteléről Máté evangélium a 24. fejezetében, akkor nagyon sok szomorú dolgot kellett elmondani a Jézusnak.
hogy az ő eljövetele előtt mi minden lesz. Összefoglalóan azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy olyan nagy nyomorúság lesz a földön, amilyen nem volt még ezen a földön. De azt mondta, hogy a vég mikor fog eljönni? Amikor Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, akkor jön el a vég. Az Úr Jézus Krisztus is egyértelművé tette, hogy az ő eljövetelének, visszajövetelének nagy napja előtt nem csak a gonoszság fog kiteljesedni, hanem Isten szent lelkének a jó munkája is ezen a földön. Valóban, amikor mi az Úr Jézus Krisztus követjük, akkor mi tudjuk azt, hogy hol van egyedül biztonságban az emberi élet. Jézus Krisztus, amikor az ő kinyilatkoztatását adta az első századi keresztényeknek, arra figyelmeztette őket, hogy csak Istenben bízzanak, Istenhez ragaszkodjanak. Semmi más ne legyen az ő életükben, ami az ő életüknek a sarokköve, ami az ő életüknek a horgonya. Hány és hány ember van, aki bízik szervezetekben? Ma már ismerjük ezt a kifejezést, hogy euroszkeptikus. Az mit jelent? Hát nem hisz már abban a nagy álomban, amit hajdanán politikusok mondtak. Nagyon sok ember vallásosan szkeptikus. Miért? Mert csalódott abban az egyházi szervezetben vagy közösségben, amiben született vagy ahova tartozni kívánt. De nincsen csalódásunk, ha Jézus Krisztushoz kötjük az életünket. Éppen ezért a mi szolgálatunk, a mi Krisztus követő életünknek a kulcsa és középpontja nem más, mint az, hogy mi személyesen, a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkhoz kötődjünk. És segítsünk másokat is abban, hogy ezen a földön az egyetlen biztonságos emberhez kössük az ő életüket, a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkhoz. Hogyan zárul ez a 18. fejezet? Itt Isten hatalmas ítéletét látjuk. Ezek a leírások nagyon szimbolikusak, amelynek a ószövetségi képei Jeremiás próféta könyvénél találhatóak meg. Erre buzdította Isten a megváltottakat, amikor látják mindezeknek beteljesedését. Örülj, ő rajta menj, és ti szent apostolok és proféták, mert Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. Nem szabad elfelejtenünk, hogy elérkezett az az óra, amikor Isten elégtételt szerez azoknak, akik az ő nevéért üldöztek és megöltek. Figyelemre méltó, hogy még a mennyet is örömre szólítja ez a látomás. Ne felejtjük el, hogy az angyalok világa is szenvedett az ördög gonosz jellemi miatt. Nem véletlenül olvasuk a 12. fejezetben, hogy a sátán kiűzéséért öröm van a mennyben. Összefoglalólag azt kell mondanunk, hogy a dolgok drámai utolsó felvonása még előttünk áll. Úgy tűnnek a leírások, a jelenések könyvében, hogy ezek nem is biztos, hogy meg tudnak valósulni. De azt kell mondjuk az ige kutatása alapján, hogy drámai módon, szinte egyik napról a másikra, mindaz, ami olyan stabilnak, mindaz, ami olyan megingathatatlannak tűnik, egy pillanat alatt megváltozhat. Vallási téren a keresztény egyházak között van egyfajta egységtörekvés, és talán nagyon nehezen képzelhető el az, hogy az iszlám hogyan tudja egyesíteni erejét a kereszténységgel, de lehet, hogy pár nap múlva majd az újságban mást fogunk olvasni. Lehet, hogy egyszer csak azt olvassuk, hogy Ferenc pápa volt az első, aki az iszlám állam szélsőségeseivel le tudott ülni, és idézőjelben elszívták a békepipát. Minden bizonnyal, hasonlóan, földrengésszerűen és váratlanul fog bekövetkezni mindaz, amiről a jelenések könyve előre tudósít nekünk.
ne felejtsük el, hogy egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus méltó az imádatunkra. Viszont a hit dolgában való megalkuvás elszakít bennünket a mi megváltónktól. Adja Jóisten, hogy a hitünk ő általa legyen megerősítve, személyes küzdelmeink, megpróbáltatásaink és nehézségeink közepette. Kívánom mindegyik őtöknek azt, hogy Krisztusban legyetek erősek. Amen.